Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A mai prezentációm a geriátriai páciensek szájhigiénés vonatkozásairól fog szólni. Mindazok, akik nem ismernek, azoknak szeretnék bemutatkozni. Dr. Alkatip Kamil vagyok, és 2012-ben szereztem meg fogorvosi diplomámat, majd a Semmelweis Egyetemen maradtam, és konzerváló fogászat és fogpotlástamból lettem szakorvos. A szakképzést követően magánegészségügyben folytattam szakmai pályafutásomat, azon belül is a turisztikai fogászatban, amit pedig végül hazai páciensek szakellátása követett. És szakmai pályafutásom során nagyon sok témát érintettem. Tréningek, illetve a gyakorlat során egyaránt, konzerváló fogászat különböző szakterületeibe sikerült magamat jobban beleásnom, azonban arra lettem figyelmes, hogy lehet, hogy nagyon sokat beszéltünk különböző tréningek során az esztétikai fogászat bizonyos rejtelmeiről, a különböző trükkökről, technikákról, annak érdekében, hogyan lehessen a lehető legszebb klinikai végeredményt elérni, azonban relatíve kevés szó esett az individualizált terápián és büdzsével, ami rendelkeznek, magas minőségi fogászati ellátásra. És ennek köszönhetően változik a fogazati státuszuk. Tudjuk azt, hogy az idő és a kor erőlehatával nő a fókhiányoknak a száma. Ahogy a testen belül a különböző szövetek és szerveknek a funkciója változik, a degradáció elindul, ez ugyanúgy igaz a lágyrészekre is, megváltozik a lágyrészek struktúrája és hisztológiai képe, ezáltal sokkal körülményesebbé teszi a fogpotlások hordását. Akiknek megtartott a fogazata, ott számolhatunk különböző parodontális elváltozásokkal és nehézségekkel, és annak ellenére, hogy tanulunk arról, hogy időskorban nehezebben alakul kiszúvasodás, ám azt érdemes fejben tartanunk, hogy időskorral a nyálmirigyek funkciója is változik, és ez a fajta megváltozott nyálmennyiség, nyálösszetétel, ez bizony hatással lehet kardiológiai vonatkozásokra is. És hogyha tisztán vagyunk azzal, hogy a kor előrehatával a funkció, a test önregeneráló hatása is gyengül, úgy magától értetődő az, hogy az immunfolyamataink is, illetve a páciensek immunfolyamatai is beszűkülnek, ezáltal egyre hajlamosabbá válnak különböző szájüregi fertőzésekre, illetve kóros elváltozások kialakítására. Kicsit fókuszálva a fogvesztésre, azt tudjuk, hogy a fiatal felnőttek tekintetében 65%-os a fogmegtartottság, ám ahogy haladunk előre az évek során, ez drámaian változik. Időskorra, és ez alatt itt már a geriátriai korosztályt értem, a férfiek 16%-a, míg a hölgyek 8%-a marad meg 1A fogpotlástani osztályban, ami azt jelenti, hogy itt már nem a teljes fogazat megtartottságáról beszélünk, hanem arról, hogy számunkra egyáltalán kivitelezhető az, hogy fix pótlásokkal tudjuk rehabilitálni a meglévő hiányokat. Lássuk be, ez egy nagyon nagy fajta százalékesés. És ha belegondolunk, ez egy 20-30 év alatt alakul ki, ez a számbeli eltérés. Ami izgalmas, a statisztikai számokat ismerve, hogy a különböző árcsoportoknak más a fogvesztési dinamikája. És amikor mi fogpotlások készítéséről beszélünk, érdemes erre ugyanúgy tekintettel lennünk, ugyanis, hogyha tudjuk azt, hogy 10-20-30 év múlva mi várható statisztikailag, és persze egyetlen egy páciens tekintetében nem tudjuk azt mondani, hogy nála ez biztosan így lesz, de a nagy számok törvényét figyelembe véve, azt viszont megjósolhatjuk, hogy mik azok a fogak, amiket igenis érdemes küzdeni és heroikus munkát mögé tenni annak érdekében, hogy 20-30 év múlva a